Ez nem kópéság, mégis az. 3,8 milliárdból vízlabda akadémia épülhet a Szentendrei Papszigeten. A terveket jelző Kópé Pólós Egyesületet még 2005-ben alapította Petővári Zsolt és az olimpiai bajnok Kapus Kóz Zoltán, aki ma a Szolnok Kapus edzője is. Vele beszélgetünk a nagyívű tervről. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az hát, Oli nem ma kezdtétek ott a, térségbe térségbe, Leányfalun és Szentendrén a vízilabdát, a vízilabda súlit, meg egyáltalán a vízilabda szervezést. Eltelt 13 év. És most hol tartunk? Hát van egy, egy, optimista verzió, és van egy hétköznapi verzió. Az optimista verzió az, amit te is felkonferáltál, hogy, hogy ugye közeledünk egy olyan létesítmény, megvalósulásához, ami azt hiszem, hogy minden sportvezető és minden sportoló vágyálma, ez a, ez a bizonyos vízilabda akadémia, a hétköznapi verzió pedig az, hogy, hogy rengeteget dolgoztunk eddig ebben a 13 évben és azt hiszem, hogy ennek a megvalósulásáig még, még mindig rengeteget kell majd dolgoznunk, de hát nagyon szívesen tettük ez idáig is áldozatot nem kímélve, és hát fogjuk ezután is, természetesen. Adódhat a kérdés az is, hogy miért nem leányfalun, hiszen a, az álom, hát nem leányálom, de az álom az ott kezdődött és ott indult. Aztán most úgy tűnik, hogy Szentendre lehet a végállomás, hogyha minden jól megy. Ö, valóban, Leányfalun kezdtünk 2005-ben, a termálfürdőben. Azt hiszem, hogy nagyon jó otthonunk, a mai napig is egyébként, mind a mellett, hogy közel tíz éve, most már Szentendrén is a, a vizes 8 as is tevékenykedünk. Ennek az az oka, hogy olyan sokan vagyunk, hogy egy, egy létesítmény nem elég. Most már kinőttük, és egyébként ez volt a <coughs> elnézés. Ez volt a célunk is a, a négy évvel ezelőtt, amikor beadtuk az első sportfejlesztési programunk keretében az első létesítményfejlesztés beruházás tervünket, eleinte nagyon szép fogadtatásra leltünk, aztán, aztán pontosan nem tudjuk mi sem miért volt, egy, valószínűleg egy koncepcióváltás, más, mások lettek a tervek a település életében, ezen belül a termálfürdő életében is, és aztán keresnünk kellett egy B-tervet, ez volt Szentendre, ahol, ahol tártkarokkal vártak, és, és, viszonylag nagyon gyorsan magukénak is tekintették, be is fogadták a, a tervünket. Nagyon fontos volt az, hogy a, a térségben keresünk B-tervet, hiszen, hiszen, a gyerekeink jó része, a sportolóink jó része idevalósi. <kül> így esett a válasz ezt így kezdtük el masszírozni ezt a, ezt a tervet a, a, Szentendré önkormányzattal természetesen, és így alakult ki a, a jelenlegi koncepció. Mint látszik az se két perc alatt történt, hiszen ezen is évek óta dolgoztatok velük, igaz? Így van, hát négy évet vett igénybe. Tehát ö, ö, azt kell, hogy mondjam, hogy hogy ugye a 13-ból négy az még. Az, tehát ezek még olyan belátható idők, de aki, aki, aki ebben, ha, ha valaki, és vannak olyan kollégáink, akik a kezdetektől velünk vannak, és, és, ezt a munkát végigcsinálják, azok, azok azt gondolom, hogy, hogy tudják, hogy, hogy, milyen, milyen e, e, fáradtságos munka ez. A, csak, csak, azért, hogy értsék, hogy, 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 milyenek a hétköznapjaink, tehát miután mi helyet bérelünk ezekben a létesítményekben, vízfelületet pontosabban, ezért a, a, a sportolóink nagy része tud e, normális, így mondom normális, mert elegendő vízfelületen edzeni. Viszont a, 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 az ennek a hátterét, a szakmai munka hátterét biztosító adminisztráció, akár csak a, a, az infrastruktúra, a szülőkkel való foglalkozás, az ő a, a velük való bánásmódot megkönnyítő lehetőségeink, az, hogy az edzőinknek legyen külön öltözőjük, vagy egy, egy edzői szoba, ahol, ahol, ahol tudunk néha összejöveteleket és megbeszéléseket tartani, ezek, ezek sajnos nincsenek meg. Tehát ilyen, ilyenről nem beszélhetünk. Tehát a, a, az Egyesület irodája az két helyen van, az én házam, illetve az egyik az adminisztrátorunknak a, a házán, egy, egy, elkülönített helység. El lehet képzelni, hogy amikor a dossziék sorakoznak, akkor, akkor azért ott az, az nem éppen egy, egy, egy ideális körülmény. Nagyon kis létszámú egyesület vagyunk egyébként, tehát aki az operatív munkát végzi, nem arról beszél, hogy a medenceparton hányan vagyunk, mert ott hál' Istennek elég szép az edzői létszám, de akik az egyesület, és itt beszélünk 200 vízilabdázóról és, és több száz úszóról, akik, akik nap mint nap jönnek hozzánk ezeknek az életét, most már a taós pályázatokat, az egyéb, egyéb uh, elintézi valókat, azokat mind-mind uh, tulajdonképpen eddig ilyen sufni tuninggal oldottuk meg, így is nagyon szép eredménnyel, és mind szakmailag, mind pedig erkölcsileg. Azt hiszem, hogy aki ezt végigcsinálta rajtunk kívül, vagy belelát az Egyesület munkájába, az nagyon drukkol nekünk, hogy végre legyen egy igazán ezt, ennek a sok gyereknek otthont adó létesítmény, ahol, ahol ilyen szempontból is megfelelő munkát tudunk végezni. Na most Zoli, azt nézzük meg, hogy 3,8 milliárdról beszélünk, Milyennek a, milyen gazdasági logika és koncepció van a projekt mögött. Ugye elhangzott már az a szó, hogy TAO, Mennyi ebből a tau, mennyi lenne az állami támogatás? Tehát hogy képzeltétek el ezt a, a, az egész beruházást? Ja, azt is figyelembe véve, hogy ja, ott van a szövetség, ők hogy támogatják ezt TAO ezt a projektet? A város <kül> mögötte van? Tehát hogyan lesz az egész történet? A, hogy állna? A, a tau támogatás az a kezdeti ö, konstrukció volt. Ö, azt hiszem, kb. 800 millió forintos... Ö, Kicsivel kevesebb, mint 800 millió forintos beruházást terveztünk, eh, a, ami aztán valahol elakadt. Eh, ez volt a leányfalusi projekt, a, aztán, aztán természetesen, mint minden mögé kell, kell egy kis lobbyerő, és kell, kell egy kis eh, külső vagy belső segítség és ahogy, ahogy, eh, ahogy szerveztük az életünket, ahogy, ahogy próbáltuk egy kicsit előre mozdítani a, a beruházásainkat, úgy álltak minél többen mögénk. És körülbelül egy évvel ezelőtt eh, alakult ki az, a, az az álláspont, hogy, eh, hogy ez egy olyan eh, nagyívű és olyan szép eh, 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 megvalósításra váró eh, projekt, hogy, hogy ez teljes egészében eh, állami költségvetésből. Eh, kellene, vagy lehetne megcsinálni. Úgyhogy jelen pillanatban most itt tartunk. itt nagyon fontos lesz, hogyha a Papszigetről beszélünk, hogy ne vigyen el benneteket az árvíz, nem? Pontosan, igen, ezt nagyon jól látod. A az árvízi labdát azért azt nem akartuk csinálni, gondolom. Nem, <laughs> nem, bár Leányfalun is volt már néhány olyan, olyan idényünk, amikor, amikor ott a, a májusi árvíz majdnem nem elsodort bennünket. <laughs> Hát ilyenkor azért megmozdul a Dunakanyar, és, és, és mentik, ami menthető. Nagyon szép példája az önkéntességnek, és soha nem szenvedtünk ilyen értelemben kárt, mint ahogy a, a, a környék, környéken lakók sem szenvedtek ilyen értelemben kárt. A Papsziget is hasonló fekvésű, mint a Leányfalusi strand. Itt a, a projektbe ez bele kellett venni a, a kárvízment, az árvízmentesítés, Lehetőségét, illetve azt, hogy egy kicsit megemelni az egész. Tehát gátot kell építeni? Hát nem gátot, hanem magát a létesítményt kell feltölteni uh -huh. egy olyan szintre, hogy hogy ott lehetőség szerint az árvíz már ne tehessen kárt benne. Azt Azért az egy fontos kérdés jelen pillanatban, hogy ezt a tervet mennyire érinti a közeledő parlamenti választás? Mint mindent Magyarországon érinti ez is, természetesen, úgyhogy. Úgyhogy én, én, és a kollégáim nevében én nagyon köszönöm a meghívást, de, de, egyelőre még, még korán dőlhetünk hátra. És most nem arról beszélek, hogy majd amikor megszületik a, a jóváhagyó jó döntés, hogy onnantól kezdve mennyi munkánk lesz, hanem még, 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 addig is nagyon sok, nagyon sok minden fog történni, én úgy gondolom. Azt mondd meg végül, hogyha felépül, akkor még tíz év múlva mit szeretnétek ott elérni? Hogy, hogy kell, a a, 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 lelki szemeid előtt ez hogy, hogy néz ki egy évtizeddel később? Már van, van gyakorlatod az évtizedes számolásban. Igen, igen, köszönöm. Hát koromtól, koromhoz, koromtól függően is. A szemem előtt mindig, mindig, valamilyen, valamilyen vidéki, vidéki közép vagy nagyobb városnak a, a a, vízilabda életelebek, tehát amikor azt gondolom, hogy van egy, van egy nagyon jó létesítmény, ahol, ahol több száz sportoló megtalálja az otthonát, gyakorlatilag korlátlan vízfelülettel, tehát, és ez is a lényege, hogy, hogy egy reggeli edzés után az iskolába tudjanak menni a gyerekek, és ott egy délutáni vagy egy esti, tehát egy napi kétszeri, ha nem is minden nap de azért azért le, legyen rá lehetőség. Bocsánat, de egy ob 1 csapat is dukál majd hozzá 10 év múlva, e, Igen, foglalkozunk ennek a gondolatával is. Fiatal egyesület vagyunk, de most már másodosztályú, tehát OB1-B-s csapatunk már harmadik éve van, tehát a, a, ugyan távol állunk attól, hogy, hogy feljussunk az első osztályba, de azért ezik is, ez a, egy ob 1 csapat is szerepel a terveink között, igen. Hát mondhatom azt, hogy majd meglátjuk, és aztán majd visszatérünk rá, hogyha világosabbá válik a folytatás. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is.